Ismerősnek tűnik neked is ez a film jelenet? Vagy ez? Csak valami kicsit, mintha furcsa lenne rajta. Valami, mintha más lenne, mint eredetileg volt. Mi lehet a különbség? Gondolom észrevettétek ti is, hogy ezek a híres filmjelenetek egy kicsit átalakított verzióban jelennek meg, azaz deepfake képek. Nagyon egyszerű megcsinálni ezeket, ezt fogjuk most megnézni ebben a videóban, hogy hogyan lehet ilyet létrehozni. Egy új projekt, a Roop, ami most megjelent az Automatic 11-hez, ezt nagyon könnyen lehetővé teszi nekünk, hogy lecseréljünk arcokat egy már meglévő képen, vagy egy éppen akkor generált képen felhasználjuk azt, hogy az úgy nézzen ki, ahogy mi szeretnénk. Sziasztok, Pintér Zsolt vagyok az NPM Pintja csatornától, és megnézzük, hogy hogyan kell telepíteni ezt a Roop kiterjesztést az Automatic 11 alá, illetve megnézzünk pár bejegyzést, hogy hogyan lehet használni. Először is, ha Windows-os felhasználók vagytok, ugye én Windows használok, tehát a telepítést ezen fogom bemutatni, mindenféleképp szükséges telepítenetek a Visual Studio-t, azt innen tudjátok letölteni, természetesen minden link, amit bemutatok, az a videó leírásában megtalálható lesz. Tehát, ha letöltitek a Visual Studio-t, itt ez a Community Free Download, ezt kell letölteni, ezt a bal oldalit, akkor mindenféleképp figyeljetek oda, hogy pipáljátok be a Python és a C++ csomagokat a telepítés során, tehát arra mindenféleképpen szükség van. Hogyha ez megvolt, akkor utána telepíteni kell a kiterjesztést az Automatic 11-ben, ez a legegyszerűbb része. Elindítjuk az Automatic 11-t, átmegyünk az Extension fűre, ott az Available-re, Load From, majd itt megkeressük, itt lesz az újak között a Roop. Ja, keresem. Roop. Itt van. SD Web UI Roop. Ezt kell telepíteni, mindössze annyi a dolgotok, hogy itt az install nyomógombra rányomtok, ugye nálam értelmszerűen már telepítve van, tehát azért van kiírva ez. Ha itt rákattintottatok, akkor elindul a telepítés. Ez el fog tartani egy darabig, mert letölt több modellt is. Többek közt letölti az InSwapper-t. Ez egy 500 megabájtos fájl, illetve le fog még tölteni azt valószínűleg a user mappátokba, a C meghajtóra még 600 megabájtnyi modellt, de számítsatok rá, hogy 1,5 gigabájtnyi plusz modellt le fog még tölteni a sima programon kívül. Hogyha ez megvolt, akkor emeltek az új Automatic 11-ben már, ha telepítetek egy új kiterjesztést, akkor automatikusan újraindítja a háttérben az egészet, de hogy biztosak legyünk a dolgunkban, a parancsablakot, ugye, ami futtatja az egészet, ezt zárjátok be, majd ha bezártátok. Utána még van egy kis apró javítás, mert előszokott egy hiba üzenet fordulni az indításkor. Itt nincs más teendőtök, mint belemenni az Automaticnak a mappájába, és azt mondani, hogy CMD, ugye megnyit egy parancsori ablakot, majd ide ezt a parancsot kell kiadni, ami telepíti az Inside Face-t, ezt a Pythonos csomagot. Ez nem mindig települ rendesen, amikor feltelepíti magát a kiterjesztést, így tudott kézzel ezt megoldani. Hogyha ez megvolt, akkor még előfordulhat hiba, még hozzá itt írják is a lapjukon a kiterjesztésnek. Ez a hiba, hogy non-type object has no attribute,
Ebben az esetben nem tudta letölteni ezt a modellt, amit az előbb mutattam, ezt kézzel kell letöltenetek, majd a linkjét beleírom a leírásba, és az Authentic Eleven mappa, a Stable Diffusion Web UI, azon belül Models, azon belül Roop, és ide kell lementeni ezt az 500 megás InSwapper nevű fájt. Ezek a legáltalánosabb hibaüzenetek, amik előjöhetnek, más eddig nekem se volt, úgyhogy valószínűleg működni fog nektek is a kiterjesztés. Nézzük meg akkor, hogyan kell használni. Ami kell hozzá, ugye kell hozzá egy jó modell, most lehetőleg élethű képeket fogunk generálni. Ehhez a Realistic Vision az egyik legjobb. Ugye ezt innen tudjátok letölteni a CVTI-nak a weblapjáról. Ennek is berakom a linkjét természetesen a leírásba, Realistic Vision 2.0. Itt a download gombra rákattintva le tudjátok tölteni. Mint látjátok, a 150 ezer letöltést nem véletlen, mert tényleg nagyon jó modell. Ugye ez az 1.5-ös Stable Diffusion modellnek egy tuningolt változata. Emeltek pár napon, héten belül jön egy új Stable Diffusion modell, amire lehet, hogy majd lehet építeni újabb modelleket. Jó, menjünk vissza a UI-ra. Tehát itt vagyunk, a clipskipet állítsátok egyre, a text to image fülön pedig most megpróbáljuk először azt, hogy generálunk egy képet, és azon megpróbáljuk lecserélni egy olyan arcra, amit szeretnénk. Tehát ne a generált modelle kép legyen, hanem egy teljesen másik, mondjuk generáljunk egy 40 éves göndörhajú nőt, ugye adunk egy kis negatív promptot is, semmi más nem állítok, mehet is, ez pillanatok alatt meg lesz. Mint látjátok, most bekapcsoltam a generálás folyamatát, hogy lássátok, hogy hogyan fog majd a Roop dolgozni. Látjátok, kaptunk egy ilyen arcot, tehát legenerált nekünk egy ilyen képet. Jó, de ez most nekünk nem tetszik, amit a modell generált. Mi szeretnénk, hogyha ez az arc, mondjuk egy színésznőnek az arca lenne. Itt a text to image fülön legalul megtaláljuk a Roopot, beolvasunk egy képet, jelen esetben legyen mondjuk a Jenna Elfman, az Enable-lel bekapcsoljuk, és alapesetben nézzük meg, hogy mi van, ha Restore Face-t None-ra rakjuk, akkor látjátok a parancsori ablakban, hogy ugye elindul a generálás, majd megáll 97%-on, elindul a Roop kiterjesztés, dolgozik, majd egy elég bénzsa fotót kaptunk, egy nagyon rossz felbontással, ezért mindenféleképp figyeljetek oda, de már látszik azért az arcon, hogy Jenna Elfman lesz a végeredmény, mindenféleképp kapcsoljátok be a Restore Face-t, vagy a CodeFormer-t, vagy a GFB Gun-t. Igazából a CodeFormer az, amit általában mindenki használ, ez mindenféleképp legyen bekapcsolva. Jó, most újra generáljuk, nézzük meg, hogy milyen lesz. Tehát látjátok, ugye elindul a képgenerálás, és miután a képet legenerálta, a képgenerálási fázis után cseréli le az arcot. Tehát nem közben történik az arccsere, hanem legenerálja a képet, és utána cseréd le rajta az arcot. És mint látjátok, meg is kaptuk a színésznőnek az arcát. Ez elég gyors volt. Próbáljuk ki mással, mondjuk legyen az Audrey Hepburn. Tehát itt is látjátok, ugye generálódik. Legenerálta a képet, majd utána indul el a deepfake-ünk, a Roop, ami lecseréli az arcot, és mindjárt megkapjuk Audrey Hepburn-t. Észrevettek egy furcsaságot,
Hogyha jól megnézitek, Audrey Hepburnnek nem ilyen arca van. Tehát ugye nem ilyen széles az arca. Ez a Rube-nak egy sajátossága, tehát az arc kinézetét cseréli le, de az arc felépítése az nem változik. Tehát, hogyha te egy olyan képet generáltál, vagy egy olyan képen fogod majd lecserélni, azt majd megnézzük az image-to-image fülön, aminek széles az arca, vagy nagyon kerekded, és le akarod cserélni egy olyan fotóra, ami mondjuk egy hosszúkás vagy vékony arcú, ugye Audrey Hepburnnek például az arca, akkor ez nem fog megváltozni. Tehát az arcnak az alakja maga, az megmarad. Hogyha ilyet is szeretnél változtatni, akkor természetesen meg lehet ezt oldani az automatikban. Ugye, de ehhez Lorát kellene használnod, egy modellt, ami megtanítottál arra, hogy hogyan néz ki az arc ennek az adott embernek, de ugye ezt több fotót kell felhasználni, és azzal ezt meg lehet oldani. A Rube ez csak az arcon lecseréli a kinézetét, az alakját, azt nem változtatja meg a fejnek. Tehát a fizikája az nem változik, illetve az orrán is látni, ugye egy teljesen más az orra kettőjüknek. Jó, nézzük meg akkor, mi van, hogyha egy olyan képet generálunk, amin több ember van. Például generálunk egy olyan képet, amin több ember található. Itt most három ember lesz a képem. Vajon kit fog lecserélni? Jó, mint látjátok, csak az első cserélte le, tehát ugye három arc található rajta, csak az első került cserélésre. Ez azért van, mert a Rube felismeri az arcokat, és azt az arcot cseréli le, amit megmondunk neki. Tehát itt most ugye több arc is van, egy kicsit átalakítjuk, hogy széles vásznú legyen a kép, tehát 768 pixel széles, és akkor nem fogja levágni itt ezt az arcot nekünk. Itt meg tudjuk mondani a Rube-on belül, hogy melyik arcokat cserélje le. Itt megmondjuk azt, hogy a nullás, ugye nullával kezdődik, tehát az az első, vessző 1, vessző 2, tehát mind a hármat cserélje le az Audrey Hepburnnek az arcára. Arra figyeljetek oda, hogyha ez bekapcsolva marad, tehát hogy látjátok azt, hogy hogyan generálódik egy kép az automatikban, akkor a sokkal több memóriát fogyaszt, tehát hogyha nem talált annyi memória a videókártyátokon, akkor ezt mindenféleképp kapcsoljátok ki. Most ugye generált nekünk egy képet az automatik, három különböző hölgy látható rajta, viszont mindjárt a Rube, látjuk itt meg is állt, lefutatja az arccserét, és elméletileg három Audrey Hepburnöt fogunk kapni. És meg is történt. Tényleg mind a három arcot lecserélte. Tökéletesen jól látszik, hogy az előbb csak ugye egy csere történt, most mind a hármat lecserélte a számunkra. Amire oda kell figyelni, hogy az a kép, amit beadtok, annál mindenféleképp figyeljetek oda, hogy az arcot ne takarja el semmi. Tehát ne lógjon be oda a keze az adott embernek, ne lógjon be a haja. Tehát semmiféleképp ne választhatok olyan fotót ide a Rube-ba, aminél eltakarja mondjuk a szemét, vagy a fél arcát a haj, mert akkor az mindenféleképp hibákat fog eredményezni. A másik pedig, amire nem nagyon lehet használni, az az, hogyha mondjuk ide egy rajzfilmszerű képet generálunk, és a Rube-ot használva lecseréljük az arcot, az nem marad rajzfilmszerű, hanem az megpróbál életű lenni, tehát egy katyfasz lesz az egész, úgyhogy ezt próbáljátok meg elkerülni.
Jelenleg még van egy apró hiba is, amit hogyha kinagyítjátok a képeket, akkor fogtok észrevenni. Egy picit elmosódottak a képek, ezzel lehet persze segíteni, külső szoftverrel vagy az automatikban egy újragenerálással, vagy egy ultrasharp élesítéssel, nagyítással, de valószínűleg ez változni fog az elkövetkező hetekben, tehát jóval élesebb képet fogunk kapni, mint most. Akkor nézzük meg, hogy hogyan lehet az Image to Image fület használni. Átmenjünk ide. Ugye itt az Image to Image fülünk, ide beírjuk, hogy mit szeretnénk, ugyanúgy ugye megadunk egy negatív promptot, beolvasunk egy képet, amin szeretnénk lecserélni az arcokat, és ezt a vonalzókát, ha megnyomjátok, akkor az ugye kiolvassa a kép méretét, tehát meg lesz a képarányunk. A Rupot itt is bekapcsoljuk, és behozzuk, hogy mondjuk legyen Ryan Reynolds. Enable, és mind a hármójukat cseréljen le. Az Image to Image fülön nagyon fontos, hogy meg kell adni mindenféleképp a denoise strength-nek az értékét. Ez azt befolyásolja, hogy mennyire módosítjuk a képet. Hogyha ez nagyon magas értéket vesz fel, akkor tönkreteszi a képünket, tehát teljesen megváltozik az adott képrészlet, és úgy fog kinézni, mint valami ultra béna Photoshop használónak a végterméke, tehát hogy nagyon látszani fog rajta, hogy ez nem oda való. Ezért ezt az értéket mindenféleképpen vegyétek le egészen alacsonyra, mondjuk 0,101-re, tehát egy századról indítsatok, és itt ezt fel lehet vinni folyamatosan egész a 0,5-ig, ott azért már jóval láthatóbb lesz, de próbáljuk meg 0,01-el. Jó, mindjárt kész is a generálás. Mit látjátok, elég sikeres lett valóban itt most pont jól látni egymás mellett a három hölgyet lecserélt a három Ryan Reynolds-ra. Ha megnézitek, még a haj is egész jó, tehát hogy itt például a középsőnél ugyanúgy belóg a haja. Hogyha ezt egy kicsit megemeljük, ezt az értéket mondjuk 0,2-re, akkor még egy picit jobban fog hasonlítani rá az arc, bár azért most is könnyen rá lehet jönni, hogyha ismeritek a színészt. Jó, kész is, mindjárt egy pillanat. És itt van. Hát ez egy kicsit jobb lett, mint az előző volt, de még mindig illeszkedik az arc az eredeti képbe, tehát látjátok, hogy nem nagyon látni itt az arc szélén, főleg ugye itt kell megnézni, olyan változást, ami azt vedíteni előre, hogy itt valamit mókoltunk, vagy valamit változtattunk a képen. Hol lehet még lecserélni egy arcot, hogyha átmentek az inpaint fülre, tehát ez az image to image, inpaint fül, akkor ott meg tudjuk azt tenni, hogy fogunk egy képet, mondjuk jelen esetben a gyűrűk urának a képét. Az új Automatic 11.11-ben az 1.4-es változatban, ami most jelent meg tegnap, abban van egy új frissítés, és az inpainten végre lehet zoomolni a képre, hogy pontosabban tudjuk megfesteni a maszkot.
Ezt úgy, hogy tudjátok megtenni, hogy az Alt gombot lenyomva tartva az egérrel scrolloztok, és így jobban kinagyítja nekünk ezt a részt. Majd a Ctrl gombot lenyomva tartva tudtok változtatni az ecset méreten. Ezt itt bejelöljük, az arcot. Ezt szeretnénk lecserélni. Majd ha az R betűt megnyomjátok, akkor visszaugrik az eredeti helyére, tehát nem törlődik, csak visszaugrik oda, ahol volt, és takarja be itt az egész képet. Ugye van itt egy képünk, amit szeretnénk átszínezni, de jó lenne, ha lenne hozzá valami leírás, mert ez ugye nagyon nem a három fotó woman, tehát hogy ha ide nem írtok be semmit, akkor el fog térni a stílusa a képgenerálásnak, az arc ezen részének a kép többi részétől. Ezért a legegyszerűbb az, hogyha az Interrogate Clipre rákattintatok, ez felismeri, hogy mi van a képen, és megpróbálja leírni. Természetesen ezt tudjátok utána módosítani, de jó kiindulási alapot ad. Ez eltarthat jó néhány másodpercig, amíg lefut, és megír nekünk egy promptot, ami megpróbálja hűen leírni azt, hogy mi látható a képen és milyen stílusban. És akkor a kimenetünk is jobb lesz, látjátok, egy csapat ember, kard, sárkány, stb. Epikus fantasy. Jó, ez tökéletes nekünk, nem is változtatunk rajta. Itt lejjebb megyünk, itt mindenféleképp ugye az inpaint fülön vagyunk, jelöljétek be az only maskot, mert ilyenkor csak a maszkolt, tehát amit most megfestettünk, azt a részt generálja. Ugye újra, az image to image fülön a teljes képet újra generálja. Tehát ha ide behúztok egy képet, amit módosítani akartok, akkor az egész képet újra generálja, tehát meg fog változni a kép minden részlete. Viszont ha az inpainten vagytok, és ezt befestitek, akkor csak ez a része fog megváltozni a képnek, a többi rész az pontosan ugyanolyan marad, mint volt. Tehát ugye ez az only maskot bejelöltük, itt megadjuk, hogy milyen felbontása legyen a maszkolás helyére generált képnek, ez legyen 512x512-es. A RU-ba betöltjük a Ryan Reynolds-ot, ugye itt elég csak a nullát megadni, hisz egy arcot cserélünk, majd rákattintunk a generálás gombra. Jó, mint látjátok, nagyon jól sikerült a csere. Tökéletesen beleolvad az eredeti képbe a Ryan Reynolds-nak az arca, bár egy kicsit lehetne nagyobb, hogy itt ne legyen ekkora homlok rész. Ezen tudunk segíteni. Egy kicsit még feljebb vesszük ezt a kijelölést, és elméletileg akkor nagyobb lesz az arc is. Mint látjátok, nagyon gyorsan fut le a inpaintnél, hogyha az only maskot választjátok. Nem mondom, hogy tökéletes lett, de talán jobb lett, mint az előző. Cseréljük le mondjuk akkor, kicseréljünk le. Nézzük meg ezt a nagyon maszatos arcot, hogy le tudja cserélni a kis hobbitnak. Úgy tudjuk a maszkot törölni, hogy rákattintunk az X-re. Na, főleg, hogy bezárta az egészet. Se baj, újra megnyitjuk. Ezzel kell visszavonni a visszavonással. Itt scrollozunk. Ide, jó. Mondjuk az altal ugye rá tudunk egy kicsit nagyítani, és itt az arca, ezt lecseréljük. Jó, R betűt ugye megnyomjuk, visszaugrik az eredeti méretre, hogy ne legyen itt zavaró. Hogy esetleg kis felbontású lenne az arc, amire cserélitek, akkor upscaler tudtok használni, mondjuk az ultra sharpot. Legyen kétszeres nagyítás, tehát ez segít egy kicsit a minőségén, a képnek élesebb lesz. Az ultrasárbot nem találnátok
ott a nagyításban, akkor az azért van, mert azt külön le kell tölteni ezeket a modelleket, amivel lehet felskálázni a képünknek a méretét. A következő oldalról tudjátok letölteni. Upscale.wiki per wiki per model database, és itt elképesztő mennyiségű modellt találtok, amit le tudtok tölteni, például ugye itt az Ultrasharp is, és az Ultrasharpot miután letöltöttétek, ide kell bele menteni, tehát ugye az Automatic Level Mappa, Stable Diffusion Web UI, Models és SRGAN, tehát ebben a mappába kell belementeni az Ultrasharpot. Nekem a legjobban a felskázó modellek közül a Superscale és a Remarque jött be, tehát vagy inkább ennek a kettőnek a közös használata. Van olyan lehetőség, amikor kettő modellt is tudunk használni. Megadott százalékban meg tudjuk mondani, hogy melyik milyen arányban hasson a képre. Mint látjátok, tökéletesen jól lecserélte az arcot, bár piszkos nem lett, de nagyon-nagyon jól illeszkedik az eredeti képbe a Ryan Reynolds-nak az arca. Azt természetesen mindenféleképp el kell mondanom, hogy a törvényeket tartsátok be, ha valós személynek az arcát használtak fel, akkor az érintett személy hozzájárulását kérjétek, vagy egyértelműen említsétek meg, hogy hamisítványról szól, amikor közzéteszitek esetleg az interneten, és ezt a szoftverfejlesztés írják, hogy nem válnak semmiféle felelősséget a végfelhasználók cselekedetért. Ti is figyeljetek oda, tehát semmi olyanra ne használjátok fel ezt, ami törvénysértő, vagy amivel másokat megmántanátok. Úgyhogy remélem, hogy sokat segített ez a videó, hogy hogyan tudtok lecserélni egy képen, vagy a generáláskor, vagy egy már meglévő képen egy arcot, egy megadottra. Úgyhogy örülök, hogy itt voltatok. Kérlek, iratkozzatok fel a csatornára, ha szeretnétek még több ilyen tartalmat látni, lájkoljátok a videót, illetve vár mindenkit a Discord csatornája, az NPR-on Pintyő csatornának, ahol tudunk ilyenekről beszélgetni, tudtok kérdezni, és ott azonnal tudok válaszolni is sokkal gyorsabban általában, mint a YouTube-on, meg egy jó, remélem egy jó közösség ki tud alakulni. Köszönöm, hogy itt voltatok, sziasztok!